14. fejezet Három napon belül Rátoré falai körül egy zölden csillogó sátortábor keletkezett, amelynek utcáit messziről hozott pázsit darabokkal takarták le. Közöttük septében elültetett narancsfák virultak, tarkán befestett fából faragott lámpások álltak a sarkokon, és a közepén egy groteszk formájú öntött vasból készült szökőkút. Kunvár Maharadja házasságára sok előkelő vendég érkezett rátoréba, bárók, hercegek, takurok, akik hatalmas várak és nyomorúságos falvak fölött uralkodtak. Összes ereg lettek észak és dél összes nagyurai, és eljöttek a kövér pipacsföldektől tarkáló, mévári síkság, radzsáhi is, a király hűbéresei, Mindegyik elhozta magával nagy kíséretét, számtalan embert és lovat. Egy országban, ahol mindenki, aki tart magára valamit, legalább 800 évre visszamenőleg hibátlanul ki tudja mutatni családfáját, természetesen igen kényes dolog a rangkérdés. Mindenki irigy féltékenységgel leste szomszédja elhelyezkedését a sátortáborban. Hogy a feladatot még megnehezítsék, mindenki magával hozta házi költőjét, akik valamennyien csak hamar összeverekedtek Gokrál Szétárun hivatalos énekeseivel. A sátrak mögött végtelen sorokban cölöpök voltak beverve. A lepányvázott, kékes és vöröses foltokkal tarka csődörök szakadatlanul nyerítettek és kapálóztak földigérő érő bársony nyeregtakarójuk alatt. Húsz különböző államocskának testőrsége pipázott és kártyázott a nyergek között, a maradzsa által szétosztott ételeken és italokon veszekedve. Vándorlók, oldos barátok, akik a legkülönbözőbb felekezetekhez tartoztak, sereglettek össze nyolcszáz mérföldnyi körzetből. Tervin érdeklődve nézegette lazat színű ruháikat, fekete takaróikat és hamuba beszórt, szennyes, mezítelen testüket, amint félelem nélkül szikrázó vörös szemekkel vonultak egyik sátortól a másikhoz, hol könyörgésekkel, hol fenyegetésekkel csalva ki az adományokat. A menedékház is egyszeriben megtelt frissen érkezett ügynökök hadseregével. Nem volt ugyan valószínű, hogy ő felsége ezt az időpontot fogja felhasználni, hogy kifizesse adósságait, de új rendelések nem maradhattak el. A város maga újonnan be volt festve fehér és rózsaszín színekben ragyogott a főutcákban a tűzi játék céljaira felépített, számtalan bambusz állvány akadályozta a forgalmat. A házak utcai frontja tisztára volt seperve és szépen kimeszelve. A kapuk fölött jázmin lógtak. Utcai árusok dolgoztak mindenütt izzadva a nyüzsgő között. Édességeket, üveggyöngyöket, olcsó ékszereket, angol tükröket és solymokat kínálva. Súlyos terhekkel megrakott tevék himbálóztak el a házak között. Néha feltűntek a maharadzsa kengyelfutói, ezüst pálcikákkal helyet teremtve a királyi fogatok részére. Negyven hinta állt az udvartartás rendelkezésére, és amíg a lovak bírták, és amíg volt kötél, amelyel összekötözhették a szerszámokat, a király méltóságán úgynak tartotta volna, hogy négy lónál kevesebbet fogasson a kocsik elé. Mint hogy ezek a lovak még nagy rész tanulatlanok voltak, és mint hogy Rátoré, benszülött ifjúsága, szíve nagy boldogságában már világos nappal is tűzi játékokkal mulatozott, az utcakép meglehetősen mozgalmas volt. A domba, melyen a kastély állt, mintha füstölgő vulkánná változott volna át. Szakadatlanul újabb és újabb főúri vendégek érkeztek, valamennyien megkövetelték a rangjuknak megfelelő ágyulövés és üdvözleteket. Ha az ágyuk egy-egy pillanatra elhallgattak, rikoltó zene hangzott fel azonnal a vörös falakról. Itt-ott kinyílt egy kapu, tisztek lovagoltak ki rajtuk, egész ezredükkel a hátuk mögött. A legénység ünnepi díszben pompázott, mint tavasszal a fajt kakasok frissen olajozott bajszuk harciasan símult a fülük mögé. A király elefántok ünnepélyes léptekkel söpörték végig az utakat, sarkig érő aranyhímzésű bíbor vörös bársony takaróikon csillogtak az ezüst hordszékek, harsány trombita szóval tisztították meg maguk előtt az utat. 70 elefántot látott el naponta a király, ami nem volt kis kiadás, mint hogy mindegyike naponként annyi zöld takarmányt fogyasztott el, amennyi a hátán elfért. Ezen felül pedig legalább 30 vagy 40 font lisztet. A lárma és rikoltozás, vagy az idegen riválisok jelenléte néha megvadította ezeket a szörnyetegeket. Ilyenkor sietve leszaggatták róluk a takarót, megkötözték és megláncolták őket és két józanap társuk kíséretében félmérföldnyire kivezették a városból az Amet folyóhoz, ahol azután dühönghettek és ordítottak, ahogy a torkukon kifért. A szomszédos sátor városban ilyenkor a lovak kirángatták a cölöpöket, és vadul vágtattak föl alá a sátrak között. Pertap Singh őfensége testőrségének parancsnoka most elemében volt. A napnak minden órájában alkalmat talált rá, hogy csapatának élén titokzatos rendeltetéssel ide-oda vágtasson a kastély és a hercegek sátrai között. A látogatások és viszontlátogatások két teljes napot vettek igénybe, Mindegyik herceg egész kíséretével ünnepélyesen elhajtatott a kastélyba. Fél órával később a maharadja ezüst kocsiában, tetőtől talpig ékszerekkel teleaggatva viszonozta a látogatást, mi alatt az ágyuk ünnepélyesen közölték az eseményt a kővárossal és a sátorvárossal. Szinte hajnalig tartott megszakítás nélkül a zenebona, Éjszakánként vándorzenészek, énekesek, mesemondók, táncos nők, díjbirkózók jártak sátorról sátorra szerencsét próbálni. És ha végre elült a világi zaj, a város templomaiból kihallatszott a kajdlók fűsiketítő csikorgása, s kétnek úgy rémlett, mintha kumvár maharadja jaj veszékelne a falak mögül, ahol vége láthatatlan imádkozásokkal és tisztulási szertartásokkal készítették elő a kisfiút közeli házasságára. Két nem tudott most a herceg közelébe férkőzni, mint ahogy Tárvin is hiába kereste a királyt. Valahányszor kihallgatásra jelentkezett, azzal utasították el, hogy a papokkal van. Tárvin elátkozta Rátoré összes papjait, válogatott pokolba kívánva a fakírokat is, akik pillanatonként az útjába kerültek. Adná az Isten, hogy már vége lenne ennek az őrületnek, mondta magában. Nincs még egy évszázadom Rátoré számára. Közel egy hétig tartó szakadatlan zenebona és égető napfény után, amely megsüketítette és megvakította Tárvint, az úton, amelyen két érkezett a városba, két kocsi futott be, öt angol férfiból és három angol nőből álló rakományával. Az újonnan érkezettek, közönös tekintettel vándoroltak végig a városon, Látható rokon szemvel teljesítve hivatalos kötelességüket, amely arra kényszerítette őket, hogy jelenlétükkel jóvá hagyjanak egy bűnt, amelyről, ha már nem tudták megakadályozni, legszívesebben nem vettek volna tudomást. A főkormányzó kiküldötte az alkirály hivatalos rácsputánai követe, röviddel ezelőtt annak a reményének adott kifejezést a maradzsa előtt, hogy civilizált uralkodóhoz illően szakítani fog a gyermekházasságok barbár szokásaival. És el fogja rendelni, hogy fiát az elkövetkező tíz év alatt nem szabad megházasítani. A király az ősrégi szokása és a papság befolyására hivatkozva megtagadta a kérést. Egyidejűleg nagylelkű pénzadományt küldött az amúgy is gazdag kalkuttai női kórháznak, hogy így édesítse meg valamennyire a visszautasítás keserűségét. Ami Tarvint illeti, nem tudta megérteni, hogy a világnak bármilyen kormánya hogy nézheti nyugodt szemmel ezt az Isten káromló komédiát, melyet két tehetetlen gyermekkel játszanak el. Épp most mutatták be a főkormányzó kiküldöttjének, aki égett a vágytól, hogy közelebbi részleteket tudjon meg az Amet szabályozási munkálatairól. De Tárvin úgy találta, hogy ez az érdeklődés most, amikor épp oly kevéssé haladt előre az Amettel, mint amilyen eredménytelenek voltak a naulakka utáni kutatásai, személyes sértés számba megy. Szűkszabúan válaszolt a követnek, ezzel szemben kérdésekkel árasztva őt el a herceg házasságát illetően. Miután ez elmagyarázta nek, hogy a házasság politikai szükségszerűség, Tárvi nem tudott ellentállni annak a kényszernek, hogy elmondja az e fajta politikai szükségszerűségekről való véleményét, aminek következtében a hivatalnok láthatóan elhidegült, hirtelen támadt érdeklődéssel alaposan szemügyre véve a faragatlan amerikait. Búcsújuk nem volt valami szívélyes. A társaság többi tagjával jobban megfért. A követ felesége egy barna magas növésű hölgy, akinek családja egyike volt azoknak, akik a kelet indiai társaság fennállása óta elsőknek vettek részt India kormányzásában, ünnepélyesen meglátogatta két kórházát. Mint nem hivatalos kiküldetésben járt és minthogy asszony volt. Nem titkolt szimpátiát érzett a szomorú szemű kis amerikai lány iránt, aki oly kevés szót vesztegetett munkájáról. Ez elég ok volt tárvinnak arra, hogy az elkövetkező napokban a résztvevő hölgy mulattatásának és felvidításának szentelje életét. Különös egy ember ez az amerikai mondta, ez de úgy látszik, minden amerikainak van valami bolondériája, bármilyen okosak is egyébként. Tárvin, aki a nagy zenebónak közepettesen feledkezett meg arról, hogy topázi polgár, sokat beszélt az áldott városról a nagy préri közepén, amely oly véghetetlen szeretettel csüngött. A varázsváros így hívta Tárvin Topázt, nem riadva vissza attól az állítástól sem, hogy egész Nyugat-Amerikában ez Topáznak becéző neve. A követ feleségét a Tárvin lelkesedése. Újság volt számára mindaz, amiről beszélt, telek értékesítési társaságok, iparkamarák, telek spekulációk, vasútépítés, és Tervin csak hamar sikerrel terelte a beszélgetést arra a pontra, amely őt egyedül érdekelte. Hideg vérűen megkérdezte a hölgytől, hogy hallott-e a naulakáról, hogy látta-e valaha. Nem, soha nem hallott róla. Egész érdeklődését most egyetlen egy gondolat kötötte le, az, hogy tavasszal hazamegy. Hazája egy kis ház volt, szurbitomban a kristálypalota közelében, ahol három éves kisfia várta. Az angol társaság többi tagja is láthatóan kevés érdeklődést tanúsított Rácsputána iránt, még kevesebbet a naulahka iránt. Tárvin csak keresztkérdések útján tudta meg, hogy ezek az emberek munkaéveik legnagyobb részét ebben az országban töltötték el. Úgy beszéltek róla, mint a cigányok beszélnek egy helységről az országút szélén, közvetlenül mielőtt befogják lovaikat, hogy a szomszédos helységbe vonuljanak. Igen, az utak rosszak, porosak és melegek. Valamennyien abban bizakodtak, hogy rövidesen nyugalomba vonulhatnak. Ez a házasság csak egy újabb incidens volt útjukban. Szerettek volna mielőbb túlesni rajta. A társaság egyik tagja nem titkolt el Tárvin előtt, hogy irédli őt, amiért friss szemmel tudja még látni Indiát, és hisz abban, hogy ebben az országban csalódásokon kívül mást is arathat az ember. Eljött az ünnepségek utolsó napja, még nagyobb lármával, több ágyulövéssel, több tűzijátékkal, lódobogással és elefánt trombitálással és zenekarokkal, amelyek megkísérelték, hogy eljátszák a God Save the queen -t. Este kumbárma Maharadzsának részt kellett venni egy banketten. Az indiai nászokon nem mutatják meg és nem is említik a mennyasszonyt, amelyen a kormány kiküldöttnek fel kellett őt köszöntenie. A király szép angol nyelven akart válaszolni. A beszédet egy udvari írnok írta meg számára. Tárvin komolyan kételkedni kezdett abban, hogy valaha is élve viszont fogja látni a herceget. Közvetlenül a bankett előtt belovagolt az emberektől nyüzsgő városba, hogy nyomára akadhasson. Alkonyodott már, fákják lobogtak a házak között. A sivatag vad benszülöttei, akik még soha nem láttak fehér embert, Kantár száránál fogva megállították lovát, kíváncsian megnézegették, majd dörmökbe tovább engedték. A sok színű turbánok úgy ragyogtak a fákja fényben, mint egy eltört nyaklánc, széthullott égkövei. A fehér háztetőkön sűrű sorokban ültek a lefátyolozott arcú asszonyok. Tárvi megtudta, hogy Kunvár maharadja, egy fél óra múlva meg fog jelenni a királyi templom küszöbén, hogy onnét az ünnepi díszbe öltözött elefánt menet élén bevonuljon a bankett sátorba. Tárvin lépésről lépésre küzdötte ki magának a sűrű tömegben a templom lépcsőkhöz vezető utat, csak annyit akart megtudni, hogy a gyermek egészségese, látni akarta, mint kilép a templomból amit most körülnézett a tömegben, megállapított, hogy ő az egyetlen fehér ember a városban, sajnálkozással, vegyes részvétel gondolt új angol ismerőseire, akik nem tartották érdemesnek, hogy megtekintsék az elkövetkező vad jeleneteket. A templom kapui még zárva voltak. A fákja fényben felfelcsillantak ezüst és elefánt csont faragásai, az elefántok valahol a közelben táborozhattak, Tárvin hallotta vad prüszkölésüket. Hébe korba egy-egy éles üvöltés szakította meg a tömeg moraját. Egy kis csapat porlepte lovas kimerülten a napi munkától, utat próbált nyitni a templom előtt, de akár egy szivárványt akartak volna ketté vágni. A háztetőkről az asszonyok virágokat, édességeket és festett rizs dobáltak a tömeg közé, mi alatt a facéra maradt vándorénekesek, akiket még eddig senki sem fogadott fel szolgálatába, dics himnuszokat zengtek, a király, Kumvár Maharadja, az alkirály, a kormány kiküldött, Nolán őrnagy vagy bárki más tiszteletére, akitől el lehetett várni, hogy meg fogja jutalmazni fáradozásukat. Egyikük felismerve Tárvint az ő tiszteletére kezdett énekelni. Messzi országból jött a fehér férfi, így szólt az ének, hogy megszabályozzon egy féktelen folyót, és aranyjal töltse meg a nép zsebeit. Lépése, mint a dromedár lépése tavasszal, tekintete félelmetes, mint az elefánt tekintete, Svarázs oly hatalmas, hogy rátoré minden asszonyát megbabonázza, ha végig lovagol a városon. Egy költemény szerény szerzőjét is leírhatatlan nagy lelkűséggel fogja megajándékozni. Neve és híre fenn fog állni, ami gokrál, szétárul állama, és királyainak dísze a naulakka el nem tűnik a föld színéről. Most fűszaggató kavics csikorgás közepette hirtelen felnyúlt a templom kapuja, és az ordító tömeg tisztelet teljesen elhallgatott. Tárvin megfogta a és izgatottan előre hajolt. A templom nyitott kapui szurok fekete sötétséget kereteztek be. A szerzetesek üvöltését dobpergés kísérte. A templomból kitörő erős tömjén szag majd megfullasztotta Tárvint, a tömeg pedig teljesen elhallgatott. A következő pillanatban Kunvár Maharadja váratlanul megjelent a templom küszöbén, és kezét karja markolatára támasztva megállt a fákja fényben. Arca a turbán alatt, amelyről gyémánt függők lógtak le, egy smarag csat alól teljesen szürke volt. Szemeit kék karikák vették körül, száját félig nyitva tartotta. De a részvétet, amit Tarvin érezett a megkínzott gyermek iránt, egyszerűen felváltotta a meglepetés erős szívdobogása. A maharadja mellén, az aranyruha fölött ott feküdt a naulahka. Semmi szükség sem volt rá, hogy megkérdezze, ez-e az igazi. Nem Tárvin volt az, aki meglátta a nyakéket, a nyakék vetette rá nagy szikrázó szemeit. Sötét pirosan meretek rá a rubinok, méregzölden a smaragdok, hidegen a kék zafírok, fehér tűzzel a gyémántok. De mindezt a fény túlragyogta egy kő, amely a nagy zöld smaragd fölött függött, fekete gyémánt, fekete, mint a pokoltava, és tüzes, mint a kárhozat. Mint egy lángoló átok feküdte meg a nyakék a herceg vállait. Fényével túlragyogta india csillagait, sárga zavaros foltokká homályosította a fákják fényét, magába szívta az aranyruha minden csillogását. Tárvinnak nem volt ideje rá, hogy gondolkodjék, elbámészkodjék, vagy felbecsülje értékét. A kagylók hirtelen újra megszólaltak, Kumbár Maharadja visszalépett a templom sötétjébe, és mögötte becsukódtak a kapuk.